2016. november 6-án, életének 92. évében elhunyt Gulácsi Lajos lelkipásztor, nyugalmazott kárpátaljai református püspök. Sokak szeretett Lajos bácsiát november 8-án, közép-európai idő szerint 12 órakor kísérik utolsó útjára Munkácson. Életért hálát adva, Isten tiszteleten vesznek tőle búcsút a református templomban. Kerekasztal beszélgetést tartottak magyar és ukrán történészek részvételével az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából az Ilkó galériában. Maga az előadás sorozat gyakorlatilag egy pódiumbeszélgetés volt, amelyben Magyarország és kárpátaljai ukrajnai, sőt ukrán történészek próbálták elmondani, hogyan élte meg a térség Magyarország szélesebb rátekintésben a budapesti ifjúság, a kárpátaljai magyarság, illetve az ukrán történelemben és a nemzeti emlékezetben hogyan létezik, hogy maradt fönt 1956, illetve megpróbáltuk a mai történelmi párhuzamokat is felidézni, tehát 1956-nak a mához intézett üzenete volt a fő téma, és úgy hiszem, hogy a beszélgetés számos olyan új elemet is föltárt, ami az emberekben és a hallgatóságban. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy ez kétnyelvű előadás volt, tehát a hallgatóság soraiban a város értelmiségének képviselői is jelen voltak, tehát mindenki számára próbáltunk valami újdonsággal szolgálni, és azt hiszem ezt a cél sikerült is elérni. A rendezvény alatt az érdeklődők megtekinthették az 1956 a Szabadságért és Függetlenségért című roll-up kiállítást. Az est végén sor került a Magyar Rapszódia elnevezésű filmnapok megnyitójára. Az érdeklődők egy héten keresztül tekinthetik meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc elő- és utóéletével foglalkozó filmeket ukrán felirattal. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök Milován Sándornak, az 1956-os forradalom kárpátai résztvevőjének. Az elismerést Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke adta át Beregszászban. Németh Zsolt laudációjában arról beszélt, hogy nem csak budapesti és vidéki 56-os is volt, hanem határon túli is. Hozzátette, minden külhoni területen volt egy egyértelmű szolidaritás a pesti srácokkal. Kárpátalján pedig a szolidaritás kinyilvánítása, mely akkor a Szovjetunió része volt, egyenlő volt a halállal. Milován Sándort 1957-ben 4 év börtönbüntetésre ítélték, mert társaival szovjetellenes röpcédulákat terjesztett nagyszőlősön. Végül 2 évet töltött fegyházban, 1959-ben szabadulhatott. Milován Sándor 1989-ben részt vett a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség megalapításában is, ma annak tiszteletbeli elnöke. Milován Sándorékat 4 év börtönre ítélték, és egy egész életen át viselte ennek a stigmáját, de hála Istennek ő nem vesztette el az életét, mint ahogy egyébként többen itt Kárpátalján az életüket áldozták a magyar 56-ért. Azért is nagyon fontos, mert ő nem csak 56-ban, hanem aztán a második forradalom idején, 1990-ben is nagyon aktív volt. Az elsők között volt, aki kiállt a KMKSZ megalakításával a kárpátaljai magyaroknak a jogai mellett. Röplapokat készítettünk és terjesztettük. De ez egy abban az időben a szovjet rendszerben egy írógépért 8 évet adtak, egy revolverért csak 3-at. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog volt, mert a propaganda az első számú fegyvere volt a szovjet rendszernek.